Összeütközött két személygépkocsi csütörtök délután Karcagon a Baross utcában. Két személygépkocsi ütközött össze Karcagon a Baross utcában. Az egyik jármű az úttesten, a másik pedig egy közeli ingatlan udvarán állt meg, a kerítést átszakítva. A karcagi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik mindkét gépkocsit áramtalanították. Információink szerint a vasútúton szabályosan közlekedő gépjármű leszeretett volna kanyarodni a Baross utca irányába. Eddig ismeretlen okból a mögötte szintén a vasútúton közlekedő másik autó megkezdte a kanyarodó autó előzését, de oldalról beleütközött és az ingatlan kerítését átszakítva az udvaron állt meg. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a kár viszont jelentős.